Megszólal a telefon. Nagyon untam magam. Az ablaknál álltam és figyeltem az utcát, de nem volt rajta mit figyelni. Szemben a szűk utca túlsó oldalán a három emeletes ház. Nézzük, mi van rajta látnivaló. A második emelet három ablaka balról leeresztett vasolókkal szomorkodik. Innen már nyaralni mentek. De nicsak. Ott a másik szárnyon élnek még. A nyitott ablak elől elhúzták a függönyt. Mi van odavent? Egy bőrkarszék az ablak előtt, távolabb könyvszekrény, nagy íróasztal. Az íróasztal előtt korpulens, középkorú ember úgy látszik ír valamit. Most álmatagon hátradől és az orrát piszkálja. Ennyi. Ki lehet ez az ember? Mit írhat és mit gondol magában, és miért piszkálja az orrát? Igaz, hogy nem muszájna oda nézni, de viszont mi joga van ennek az embernek ahhoz, hogy a térnek pont azt a helyét tegye számomra sérelmessé, ahol van. És én oda ne nézhessek. Milyen borzasztó, hogy nem adhatom a tudtára, hogy társaságban van, nem egyedül, és hogy figyelik. Persze átkiabálni nem lehet, ahhoz messze is van, meg még megsértődik. Messze van. Azaz, hogy... Ennyi. Ez egy furcsa ötlet. Ki ez az ember? Milyen buta vagyok? Ez Kucor Béla ügyvéd, hisz odalent a táblája a kapun. Második emelet, 5 szám balra... Stimmt. Kikeresem a telefonkönyvből a telefonszámát, Kucor Béla, ennyi és ennyi. Felhívom. Közben lesem. A telefon megszólal odaát. Az ügyvéd úr felugrik, szalad a kagylóhoz. Halló, ki beszél? Ott Kucor Béla ügyvéd úr. Én vagyok, ki beszél? Nem arról van szó, hogy ki beszél. Arról van szó, hogy ne piszkálja az orrát. Mert majd a kezedre ütök, te kis komis. Az ügyvéd torkán akad a szó. Hebeg valamit, hogy mit, azt nem hallom, csak a száján látom, mert közben folyton figyelem. Na, ne hebegjen, fiatalember! Az ügyvéd kétségbe esetten kap a fejéhez. De mi az ki? Ne dadog, fiacskám, és ne kapkodj a fejedhez, ne gesztikulálj, ne ugrálj. Nem tudod magad tisztességesen viselni. Halló, ki az, ki beszél? Az ügyvéd rémülten forog a tengelye körül, hátra néz, kapkodja a fejét. Nyugodtan leteszem a kagylót. A többit csak figyelem, mint egy mozivásznon. Még egy ideig kiabál a telefonba, nem kap választ. Erre a szemeit kezdi dörgölni, meg a füleit. Megcsípi a karját. Végre megkönnyebbülten mosolyog, felsóhajt. Végre meggyőzte magát, hogy csak álmodott ezen a forró délutánon. Iszik egy pohár vizet, megnyugszik, leül. Odakünt az előszobájában csengetnek. Az ajtóhoz fut. Egy hölgy jelenik meg. Egy-e, nagyon bizalmas üdvözlések. Néhány perc múlva mind a ketten a pamlagon ülnek. A beszélgetés egyre bizalmasabb. Az ügyvéd kezet csókol a nőnek. Mi ez? A másik karja ravaszul átfut a pamlag peremén. Egy-e, ideje lesz közbelépni. Felszólítom. Ilyetten bontakozik ki, és a telefonhoz fut. Halló. Halló, ott Kucor Béla ügyvéd? Én vagyok. Ki beszél? Hajja, barátom, nem hagy békét annak a nőnek. Nem szégyeli magát. Szegény felesége Siófokon. Hát, az mit szóljon? Az ügyvéd térdei megrogynak. Leomlik a telefon előtt. Kezeit imára emeli. Úgy rebegi a telefonba sírva. Ó, uram! Jehova! Most végre megismertem sújtó szavat. Én csak egy szegény bűnös halandó vagyok a te fenséged árnyékában. Emelj vagy súlyts, kitárom keblemet, parancsolja te szolgádnak. És buszkó imába merült. Megsajnáltam,
Mit izéljem szegény embert? Hát, ne félj semmit, édes fiam. Bocsásd el békével azt a nőt, akkor minden jó lesz. Ittem vissza ezt, Dominoszínek Celsis Teo, Sutor Ultra Crepidam, Time is Money. Az ügyvéd keresztet vetett a telefonba, és békével elküldte a nőt. Aztán leült az asztal elé, és buzgó imába merült. Kezdett untatni a dolog. Nagyon mulatságos volt eddig, de végre semmi anyagi hasznát nem láttam. Ejnye csak, nem lehetne valamit... Bátorság. Újra felszólítom. Hajlongva, imádkozva jön a telefonhoz. Parancsolj velem, ó uram! Köszönöm, édes fiam, jól vagyok. Mondd csak, nem küldenél 100 koronát kölcsön? Egy percre megszorultam. Tudod, ezek a bolygók meg a naprendszer. Ide átküld a másik házba, a 3. emelet 4. Az ügyvéd összeráncolja a szemét. Zavarba jövök. Tudod, édes fiam, nekem mindegy, hová küldöd. Igaz ugyan, hogy én mindenütt jelen vagyok, de mégis, ami biztos... Az ügyvéd lecsapja a kagylót. Most jön a világosság. Átpillant hirtelen. Puff! Meglátott! Tanulság. Ha Isten vagy, ne kérj kölcsön.